A nyár beköszöntével sokan kelnek útra, és egyre többen választanak külföldi célállomást. Ehhez viszont nem árt tudni, mit lehet és mit nem lehet ki, illetve behozni Magyarországra. Az unión belül saját célra vagy ajándékba a legtöbb dolgot szabadon utaztathatjuk a határokon át, ha busszal vagy autóval közlekedünk. Fontos viszont tudni, hogy cigarettából maximum 800 szálat, sörből 110 litert, borból pedig 90-et vihetünk magunkkal mindenféle előzetes engedélyeztetés nélkül. És érdemes a gyógyszerekre is figyelni, mert ha valaki vénkötelest vinne külföldre, akkor a házi orvossal engedélyt kell iratni. Hogyha a házi kedvencünket magunkkal szeretnénk vinni, akkor csak állatútlevéllel tehetjük meg, ez az úgynevezett pet passport, amit a gazdi állandó lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Speciális szabályok vonatkoznak a vadon élő és veszélyeztetett állat- és növényfajokra, az ezekből készült termékekre, illetve ezek élő és élettelen egyedeire, ideértve ugye a vadásztrófeát és a preparátumot is. Például egyes ajándéktárgyként megvásárolható elefántcsont, teknős páncél, vagy például speciális, különleges, egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozatala esetén természetvédelmi bírság és akár 3 éves szabadságvesztés is kiszabható. Különleges szabályok vonatkoznak a repülőgépes utazásokra, kivált kép akkor, ha az úti cél az unión kívül volt. Légi úton 200 szál, egyéb úton 40 szál cigaretta, 16 liter sör és 4 liter bor hozható be adó- és vámmentesen. Az alkohol és dohánytermékek kivételével az egyéb áruk légi úton 430 euró, egyéb úton pedig 300 euró értékben hozhatok be adó- és vámmentesen. Ez esetben hazafelé szigorúan ellenőrzik, hogy miből és mennyit próbálunk behozni. A szakértő szerint rendkívül fontos, hogy amennyiben az unión kívülre utazunk, tájékozódjunk a célországban érvényes szabályokról. Ezt a legkönnyebben a Magyar Nagykövetségek honlapjain tehetjük meg.